Legalább 5 civil halt meg az elmúlt 24 órában Ukrajnában orosz légitámadásokban. A Szumi régióban található Junakivka faluban egy házaspárt a házukra hulló irányított bomba ölt meg. Donyeck megyében egy orosz támadást követően megrongálódtak a fővízvezetékek, több száz faluban és városban pedig áram nem volt hétfő reggel. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy Valerij Gerasimov, az orosz hadsereg főparancsnoka vasárnap Ukrajnában járt, ahol kitüntetéseket adott át. Ugyanekkor az ukrán hadsereg főparancsnoka is a frontra látogatott. Ukrán tisztviselők azt állítják, hogy a nyugat által beígért katonai támogatások fele nem érkezett meg a vállalt időpontban, ezért a hadseregük nem tud előre tervezni.